Jó estét kívánok! A rendszerváltás óta soha nem volt olyan nagymértékű az elhalálozási arány Romániában, mint tavaly. Erdélyben az országos átlagnál is rosszabb volt a helyzet. Közben csökkent a születések száma is, hatalmasat zuhant a házasság kötéseké. 35 ezer fős népességfogyás volt, kétszer akkora, mint egy évvel azelőtt. A járvány éve nem kedvezett a demográfiai mutatóknak. Mi írható a koronavírus számlájára, és mi nem? Miként zajlik a próba népszámlálás, és melyek ennek újdonságai? Hol tart a szlovákiai cenzus? Mi múlik a népszámláláson? A járvány demográfiai lenyomata, a népszámlálás újdonsága és tétje a következő 25 percben. Tartsanak velünk, kezdődik a Metszet! A Kárpát-medencei magyarság 30 év múlva esedékes népességi forgatókönyvei kerültek Metszetbe korábbi műsorunkban. Cseppet sem volt biztató a kép. 3 évtized alatt 3 millió fős népességcsökkenést valószínűsített az a magyarországi tanulmány, amelyet hivatkoztunk. Mint elhangzott, a népességfogyást a migráció mérséklésével, a magyar identitás erősítésével lehetne csökkenteni. Ezúttal nem a 30 év múlva esedékes, hanem napjaink erdélyi, illetve Kárpát-medencei magyar népessége kerül Metszetünkbe. Mostani kiinduló pontunk az Erdély Statnak a 2020-as év népmozgalmi folyamatait vizsgáló cikke. A járvány évében, Románia rendszerváltás utáni történetében abszolút negatív rekordnak számító elhalálozást jegyeztek, miközben jóval kevesebb gyermek született, mint egyesztendővel korábban. Házasságkötés is sokkal kevesebb történt, mint 2019-ben. Az Erdélyi Stat a megyei statisztikai hivatalok jelentéseinek összesítéséből készítette hivatkozott cikkét. Fontos körülmény, hogy 2020-ra vonatkozóan egyelőre előzetes adatokkal rendelkezünk, amelyek akár módosulhatnak is év végéig. Ilyen formán ezeket az adatokat a korábbi évek előzetes adataihoz kell hasonlítani, mert mindig almát almához, körtét körtéhez érdemes viszonyítani, mondja a Metszetnek a tanulmányt ismertető Kapitány Balázs. Az előzetes adatok szerint ugye Romániában tavaly 296.711 emberre, pontos számot akarunk mondani, halt meg, ami egy nagyon-nagyon magas szám, egy 14%-os növekedés az előző évi ugyanilyen előzetes adatokhoz képest. Erdélyben a halottak száma 98 ezret közelítette, tehát 97.600 körül volt, ez 16%-os növekedés. Azért kezdem a halálozásra, általában a születésszámokkal szoktuk kezdeni, mert a jelen esetben a halálozási statisztikák vagy halálozási trendek nyilván azok, amik mindenkit érdekelnek, vagy amelyek sokkal inkább elrémisztőek. Ilyen növekedés a halálozásban, ez nem normális jelenség, tehát ez nyilván a koronavírusra vezethető vissza. Fontos azt látnunk, hogy ez a halálozási többlet, ugye többletnek azért nevezzük, mert többen haltak meg, mint az előző évben, ez a halálozási többlet, ez több, mint annyi, amány halálozást a koronavírusra vonatkozóan jelentenek, vagy jelentettek a tavalyi évben Romániába. Tehát többen haltak meg, mint ahányan a koronavírusra szivatkozva haltak meg, több ez a többlet. Nyilván a jövő kérdése az annak a vizsgálata, hogy ennek mi az oka, ennek a plusz halálozásnak még. Minden, ez megint nem egy romániai sajátosság, más országokban is ugyanez a helyzet. Tehát azt kell majd megvizsgálnunk, hogy ezek közvetetten összefüggenek-e a koronavírus járvánnyal, esetleg alul van-e számolva a koronavírus halálozás Romániába. Ezt majd körülbelül egy év múlva végleges adatok tisztítják. Tudjuk megmondani. Székelyföld, és érdemes először egy kicsit beszélni, mert nyilván magyar szempontból ez érdekes, tehát a szűken vett Székelyföld, a Hargita Kovászna megyéből összesített Székelyföld, ben is nagyon rosszak a halálozási adatok a tavalyi évben, viszont ez a többlet, ez kevesebb. Tehát Székelyföldön 7100-an haltak meg tavaly, ez 12%-os többlet az előző évi előzetes adatokhoz viszonyítva, tehát egy picit jobb a helyzet, láttuk, hogy Erdélyben ugye 16% fölött volt ez a többletszék. A születésszámok helyzete más szempontból érdekes, magyarázza Kapitány Balázs, míg a halálozások esetén ismerjük az okokat, illetve jó eséllyel tudjuk, hogy a koronavírus van a halálozási többlet mögött, a születésszámoknál még nem nagyon beszélhetünk a vírus hatásáról. Az ok egyszerű. Ebben az esetben 9 hónapra van szükség.
A járvány kitörése is az azt követően fogant úgymond járványbabák legkorábban november második felében vagy decemberben születhettek. Így nyárig vagy kora őszig a születésszámok még olyan babákra vonatkoznak, akik még a járvány előtt fogantak és már úton voltak, amikor a járvány kitört. Ennek függvényében érdekes, hogy a születésszámok is csökkentek. Románia szinten 5,3%-kal, Erdélyben 5,9%-kal. Az elhalálozási és a születésszámok tekintetében Erdély különböző térségeiben is mutatkoznak eltérések. Míg Székelyföldön a romániai és az erdélyi átlagnál alacsonyabb volt az elhalálozási arány, a térségben átlag fölötti mértékben csökkent a születésszám, 8%-os volt a mérséklődés. Ezzel szemben Közép-Erdély viszonylag jól teljesített az ottani 3%-os csökkenéssel. Párciumban átlagos a kép, 5,5%-os mérséklődés volt a születésszámoknál. Míg Székelyföldet a halálozási válság tavaly enyhébb mértékben érintette, mint Erdély többi részét, a születésszám az átlagosnál nagyobb mértékben zuhant, miközben a két másik magyar lakta régióban nem ilyen nagyok az eltérések, összegez Kapitány Balázs. És hogy mit jelentenek a cikkben megjelenő az elhalálozást, illetve a születésjelzőszámok az ország, illetve Erdély viszonylatában? Hogyha látjuk, hogy a halálozások száma nő, a születések száma csökken, ez azt jelenti, hogy gyorsul a népességfogyásnak a tempója, hiszen ez a kettő közötti eltérés, ezt hívjuk úgy, hogy természetes fogyás, vagy természetes népmozgalmi egyenleg. És ugye 178 ezer születésszámmal Romániában az előzetes adatok szerint, majdnem 300 ezer halott, tehát ez azt jelenti, hogy több mint 100 ezeres fogyás van az országban egy év alatt. Az erdélyi születésszám az 62.713, ugyanis ezzel szemben van egy 97 ezeres halálozás szám, tehát egy 35 ezres fogyás van Erdélyben egyetlen egy év alatt, ez nagyon-nagyon nagy szám. Azt, hogy a születésszámok csökkenése mire vezethető vissza, abban is azt kell mondanom, hogy majd később leszünk okosabbak. Lehetséges, hogy a végleges számok azért nem lesznek ilyen kedvezőtlenebbek. Érdemes szólni a házasságkötésekről is, melyek száma elképesztő mértékben zuhant tavaly. Azok kivételesen egyértelműen megállapítható. Nyilvánvalóan a járvány körülmények miatt döntöttek rengetegen a halasztás mellett. Ilyen alacsony szám nemigen volt a statisztikák létezése óta. Egész Romániában összesen 81 ezer házasságot kötöttek, ami 37%-os csökkenést jelent a korábbi évhez képest. Erdélyben 27.700 házasságkötés volt, 36%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenés a magyar lakta térségekben is jellemző. Székelyföldön az alig több, mint 1600 házasságkötés 40%-os, a párciumi kevesebb, mint 4600, 35%-os mérséklődést jelent. Hogy a tavalyról elhalasztott házasságokat megkötik-e idén, az a következő hónapok járványhelyzetétől függ, és ezt ismét csak ősszel láthatjuk. A koronavírus járvány az élet minden területére rányomta bélyegét, nem kímélte a statisztikákat, a népmozgalmi eseményeket, a házasságkötést, a születést és sok mást sem. A demográfusok hirtelen bekövetkező egyedi vagy krízishelyzetek esetén mindig jelentős népességi hatással számolnak. Hogy később megtörténik-e a korrekció, az a válság hosszúságától függ. Ez megint ismeretlen tényező. Amennyiben hamar visszaállna az élet a rendes kerékvágásba, akkor azt feltételeznénk, vagy azt feltételezik a kollégák a világban, hogy mondjuk ezek a statisztikák előbb-utóbb visszaállnak a rendes kerékvágásba, tehát az elhalasztott házasságokat megkötik, az elhalasztott gyerekeknek jelentős része bepótlásra kerül, a halálozási adatok pedig javulni fognak, hiszen sok krónikus beteg hunyt el a járványban, ők nyilvánvalóan a következő évek kisebb influenza járványai, meg ilyesmi, akkor kevesebb halálozási hátránnyal jár majd. Amennyiben viszont ez a koronavírus járvány mondjuk átcsapna egy komolyabb gazdasági válságba, annak a következményei, demográfiai következményei viszont tartósabbak. Tehát ezt mondjuk leginkább a házasságkötések esetén szokták egyértelműen mondani, hogy az emberek hajlamosak elhalasztani a házasságkötést egy évvel, hajlamosak elhalasztani a házasságkötést két évvel, de hogyha nagyon-nagyon halogatjuk a házasságkötést, annak egyértelmű statisztikai következménye van, megugrik a házasságon kívül született gyermekeknek az aránya. Tehát az a kérdés, hogy meddig tart ez a járvány. Ugyanígy vagyunk a termékenységgel is, vagy gyermekvállalással.
halasztják, csökken a járvány hatására a gyermekvállalási kedv és tényleg a születésszám is. Hogyha ezt egy gazdasági válság követi, akkor nem nagyon várható visszapótlás, ha viszont a járvány elmúlik, és utána újra pörögni kezd az élet a régi kerékvágásban, akkor viszont egy jobb évet vagy egy visszapótlást várhatunk. Ehhez tudnunk kéne, most itt vagyunk egy harmadik hullámnak az elején, erről kéne többet tudnunk, de hát erről én nem tudok többet. Kis Tamás szociológus, demográfus szerint korai lenne azt mondani, hogy a koronavírus járvány befolyásolná a gyermekvállalási kedvet, bár erre az időszakra minden bizonnyal kevesebben ütemeztek be gyereket. A gyermekvállalást azt érdemes úgymond hosszú távon, tehát ilyen longitudinális trendként szemlélni. Tehát itt az a kérdés, hogy mondjuk egy nő vagy egy család, tehát abban a periódusban, ameddig a termékeny életszakasz tart, mennyi gyereket vállalnak, és azt hogyan ütemezik. Tehát ami elmondható a koronavírusról kétségtelenül, hogy most kevesebben ütemeztek be ebbe a bizonytalan időszakra gyerekeket, de én nem gondolom azt, vagy ezt szerintem ehhez keveset tudunk, hogy azt mondjuk, hogy ez most ebben a pár hónapos periódusból az, hogy kevesebb gyerek született, hogy akkor ebből egyből egy ilyen népesedési katasztrófát jósoljunk. Közben a koronavírus járvány miatt jövőre halasztották az idén esedékes népszámlálást. Ennek próbáját a napokban, hetekben tartják. Újdonságok is vannak, mint ahogyan a népszámláláson is lesznek majd. Maga próba népszámlálás az nem újdonság, minden népszámlálás előtt letesztelik, hogy a megtervezett folyamat hogyan tud működni, illetve az a kérdőív, amit alkalmazni szeretnének, az milyen mértékben helyes, milyen mértékben vet fel értelmezési nehézségeket az alanyok részéről. Ebben az évben viszont az egész népszámlálásban az az újdonság, és értelemszerűen a próba népszámlálásban is, hogy más módszertan szerint zajlik, mint az eddigi népszámlálások, mint az eddigi romániai népszámlálások. Az eddigi romániai népszámlálások közvetlen lekérdezéssel, kérdezőbiztos segítségével, úgymond szemtől szembeni lekérdezési helyzetben zajlottak le. A mostani népszámlálás és értelemszerűen a próba népszámlálás is még beiktat egy úgynevezett köztes, önkitöltős részt, tehát részét ennek a népszámlálásnak, ami azt jelenti, hogy a személyek, akiket a lakosság nyilvántartóból kivették a személyi számukat, azok feltehetőleg a személyi szám segítségével, vagy mindenképpen a személyi szám alapján tudják önrecenzálni önmagukat, ami azt jelenti, hogy online kitöltik a népszámlálási kérdőívet a háztartásra, a háztartásban élőkre és azok személyi adataira vonatkozó kérdőívet online kitölthetik, illetve van még egy kisebb köztes lépése, amikor lehetővé teszik az önkormányzatok által felállított központokba, hogy ugyancsak önkitöltősen, de mások által segítve történjen meg ez a népszámlálás, remélve azt, hogy a népesség nagy része önmagát recenzálja, és majd egy következő fázisában kerül sor arra, hogy a szokásos, szemtől szembeni kérdezőbiztos által kitöltött kérdői formájában regisztrálják a népesség adatait. Az Országos Statisztikai Intézet mintegy 50 ezer véletlenszerűen kisorsolt háztartást kért fel arra, hogy töltse ki a kérdőívet online. Ez a szakasz lezárult, hónap végéig számláló biztosok keresik fel azokat, akik nem töltötték ki az íveket. A biztosok a Statisztikai Intézet által kiadott fényképes igazolvánnyal igazolják magukat, és a lakóknak kötelességük nyilatkozni nekik. A próbanépszámlálásra mintegy 50 ezer háztartást kértek fel arra, hogy próbálja meg először online kitölteni a kérdőívet. Ezekben a napokban, hónap végéig a számláló biztosok felkeresik azokat, akiknek ez nem sikerült. A kérdőívek elosztásánál odafigyeltek a regionális lefedettségre. Településrészek úgynevezett népszámlálási körzeteiből választottak mintát. Emiatt megtörténhet, hogy egy településből csupán néhány utca került be. Lehet, hogy szomszédunkat kiválasztották, és minket már nem. A próba népszámlálás során tesztelik annak módját, ahogyan kitöltik és értelmezik a Népszámlálási Bizottság által az Interetnikai Kapcsolatok Hivatala és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet ajánlása nyomán összeállított listát, és tesztelik a kérdőív etnikai identitásra vonatkozó részét is. Ilyen téren is vannak fontos újdonságok. Távol kikereshetik az erre a listára felkerült etnikai önmeghatározási módokat, például ha valaki magyarnak jelöli be magát, akkor megkeresi a magyart és azt jelöli be, illetve ha valaki székelynek, akkor az automatikusan úgy fog értelmeződni, mint magyar, mert a magyar lesz a felsőbbrendű kategória, és hát ilyen szempontból
nincsen meg az a problematikus helyzet, ami volt ezelőtt az első két, tehát a 92-es és a 2012-es népszámláláskor, hogy tulajdonképpen a székely és a magyar egyenrangú kategóriaként jelent meg a népszámlálásban, míg például a szász és a sváv a németnek alárendelt kategóriaként, most a székely is alárendelt kategória. Tehát mindenképpen letesztelik ezt. Ezt a kérdőívnek ezt a szegmensét, amely az etnikai identitásra vonatkozik. Illetve van még egy fontos vonatkozása, ami nem annyira a próbanépszámláláshoz kapcsolódik, hanem általában a népszámláláshoz, hisz ez a népszámlálás módszertanilag úgy néz ki, hogy a lakosság nyilvántartókból és különböző más egész lakosság populációra vonatkozó adatbázisokból kiveszik az úgynevezett legális népességet. Tehát például belekerül a népszámlálásba az is, aki mondjuk életvitelszerűen Angliában él, de még benne van a népesség nyilvántartóban. Neki is lehetősége van regisztrálni önmagát és regisztrálni az etnicitását, de csak önbevallás alapján. Amennyiben nem teszi meg, hogy regisztrálná az etnikai hovatartozását, akkor is belekerül a népszámlálásba. A jövő évi népszámlálás további újdonságaként kisebbségek anyanyelvén is elérhető lesz a kérdőív. Horváth István szerint ennek több hozadéka is lehet. Mivel önkitöltős felület lesz, és ez a legfontosabb, hozzáférhetőbb lesz, hisz általában az embereknek nehézségükre esik a nagyon formálisan megfogalmazott szövegeket értelmezni. Sokszor nem csak román nyelven, hanem még anyanyelvükön is, de ilyen szempontból az anyanyelvi kérdés és négy kisebbség anyanyelvén lesz elérhető kérdőív Romániában. Hogyha anyanyelvükön kapnak egy viszonylag, nem túl bonyolult, de azért mégis valamilyen szintű értelmezésre teret adó formanyomtatványt, azt feltehetőleg könnyebb kitölteni. Illetve ilyen szempontból nagyobb lesz a bizalom, mert hát általában azért volt valamennyi érzékenység, hogy mivel írják be azt, hogy valaki magyar, ceruzával-e, vagy golyóstollal, be van írva, vagy nincsen beírva. Volt azért a 90-es évek elején már kialakult olyan érzékenység, amelynek vagy volt, vagy nem volt alapja, de mindenképpen felvetődtek ezek a dolgok. Feltehető, hogy az egyének bíznak valamennyire abban, hogy ez az online felület ez egyértelműbb lesz és jobb lesz, illetve hát még ott van az is, hogy hát akkor a külföldön élők is belekerülhetnek ebbe, és hát hogy mondjuk egy tisztább képet kaphatunk nem csak az ország általános lakosságáról, hanem azokról a magyarokról is, akik külföldön vannak. Persze ez ezeknek a személyeknek a regisztrációs kedvén múlik nagyon nagy mértékben, hisz nagyon nehéz megszólítani Németországban szétszóltan, vagy akár Angliában élő, még román állampolgársággal rendelkező magyar személyeket is. Románia mellett Magyarországon is elhalasztották egy évvel a népszámlálást a járvány miatt. A kárpátaljai magyarság esetében bizonytalan a helyzet, Ukrajnában már 20 éve késik a folyamat, és most sem a járványhelyzet miatt, hanem politikai okokból nincs szándék a népszámlálás megtartására. Ami a vajdasági nemzetrészt illeti, Szerbiában, ha minden jól megy, idén ősszel megtartják a cenzust, amit a járvány miatt halasztottak őszre. Vélhetően Ausztriában és Szlovéniában is sor kerül a népszámlálásra, az EU-ban szokásos 10 plusz 1. évben, azaz 2021-ben. Azonban e két országban úgynevezett regiszter alapú népszámlálás van, amit a létező adatbázisokból állítanak elő. Ennek következtében a nemzetiséget nem mérik fel. Horvátországban a terv szerint megtartják idén a népszámlálást. A Kárpát-medence magyarsága közül a felvidékiek az egyetlenek, akik körében már zajlik a cenzus. A március végéig tartó online szlovákiai népszámlálás éveit kötelező kitölteni. Aki ezt nem teszi meg, azt április és október között személyesen felkeresik a statisztikai hivatal által megbízott adatgyűjtők tájékoztatott összeállításában a Hírekes K stábja. Március végéig tart az online népszámlálás Szlovákiában. Az íveket kötelező kitölteni. Aki nem teszi meg, azt április és október között személyesen keresik fel a statisztikai hivatal által megbízott adatgyűjtők. A gyerekek fejlesztésével foglalkozó Bartalos Réka komáromi munkahelyén töltötte ki az online kérdőívet. Azt mondja, fejlesztő pedagógusként naponta megtapasztalja, miért és mennyire fontos az anyanyelv használat. Ha ők nem anyanyelvükön foglalkoznának a gyerekekkel, sokkal rosszabb eredményeik lennének.
komáromiként fontosnak tartom, hogy ott bejelöljük, hogy itt vagyunk és itt is vagyunk magyarok, mivel sok minden befolyásol az a tényező, hogy mikor és hova írom be, hogy én magyarnak születtem és magyarnak vallom magam. És azért is tartom még fontosnak, mert egy olyan munkahelyen és egy munkahelyet teremtettünk, ahol kimondottan a magyar családoknak tudunk segíteni. Megoszlanak a vélemények arról, hogy mennyire egyszerű az online kérdőív kitöltése. A nemzetiségre vonatkozó kérdés azonban egyre kevesebb felvidéki magyarnak okoz fejtörést. Számomra egyértelmű volt, egy kérdésből meg tudtam, el tudtam dönteni, hogy hova tartozok. Nem, nekem nem volt szüksége a második kérdésre. Közéleti személyiségek ennek ellenére azért kampányolnak, hogy a felvidéki magyarok a kérdőívekben a magyar anyanyelvet és a magyar nemzetiséget válasszák. A somorjai református lelkész a videómegosztó portálokon élő online beszélgetést is szervezett a népszámlálás népszerűsítéséért. A Szlovákiában élő magyar közösség egy igen nagy asszimilációs nyomás alatt van, aminek most azért nem olyan mértékben érezzük a súlyát, mint a koronavírus előtti időszakban, de ez tény és valóság, különösen itt a Csallóközben, felső Csallóközben. Ezért gondoltam én úgy gyülekezetünk közösségi média felületén, hogy a népszámlálásra vonatkozó magyar teendők népszerűsítésére, mert sajnos már ez sem egyértelmű, egy élő egyenes beszélgetést fogunk lebonyolítani az egyik lelkész kollégámmal. Egyértelművé téve azokat a célokat, hogy itt a nemzetiség meghatározása az igenis közösségi okoknál fogva is fontos. Én Kisköveszi vagyok. Én Komáromi. Én Kövecsesi. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége kisfilmet készített, hogy a felvidéki magyarok számára megkönnyítsék a választást. A szövetség elnöke szerint a magyar nemzetiség bejelölése létkérdés a Szlovákiában élő magyaroknak. Ahhoz próbál hozzájárulni, arra próbál ösztönözni a fiatalokat és a felvidéki magyarokat, hogy igenis vállalják fel nemzetiségüket, mivel úgy érezzük, hogy enélkül mi se tartanánk ma ott, ahol pont most tartunk. Tagjaink egészen Királyhelmeztől egészen Pozsonyig megtalálhatóak. Próbáltuk lefedni az országot, és próbáltunk minél jobban megmutatni azt, hogy igenis minden régióból, minden városból próbáltunk megszólaltatni vállalkozókat ebben a videóban. Az online kampányon kívül a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége levélben is megszólította tagjait, hogy a népszámláláson merjék vállalni magyar nemzetiségüket. A magyar nemzetiség vállalása valamennyi külhoni nemzetrész esetében fontos. Hogyha pusztán a demográfiai keretfeltételeket nézzük, tehát amikre ugye egy népességerőre számítás reflektálni tud, akkor én erre az aránytartásra számítanék, tehát hogy Romániának a lakossága is csökkenni fog mindenképpen, az erdélyi magyar népesség száma is csökkenni fog mindenképpen, de azt valószínűsíthetjük, vagy elérhetjük egy jó népszámlálási kampánnyal, identitáskampánnyal mondjuk, hogy a magyar anyanyelvűeknek vagy magyar etnikumoknak legyen egyfajta aránytartása. De itt, amikor népszámlálásról beszélünk, akkor nem pusztán a reális demográfiai folyamatokat kell figyelembe venni, hanem ennek az egész folyamatnak a politikai kommunikációs kontextusát. Tehát itt a népszámlálásnak a maga a módszertana is bonyolódott, tehát két fázisa lesz, tehát lesz egy önkitöltős fázisa, és lesz egy kérdezőbiztosos fázisa. Most az identitás kampánnyal, tehát a magyar identitás kampánnyal azt kellene elérni, hogy minél többen már ebben az önkitöltős fázisban, tehát kérdezőbiztos segítsége nélkül, már ebben az önkitöltős fázisban regisztráljanak online, és magyarként regisztrálják magukat. Tehát nagyon sok függ attól, hogy ennek a kommunikációs és politikai kontextusa milyen lesz. Nem pusztán a demográfiai keretszámoktól. Nekünk az az érdekünk szerintem, hogy ezek a demográfiai keretszámok, amik relatíve kedvezőek, ezek hűen tükröződjenek a népszámlálásban majd. A Kárpát-medence magyarságának következő évtizedekre vonatkozó népesség előre számítása a kedvezőbb forgatókönyvek alapján is jelentős fogyatkozást valószínűsít. Mivel azonban a többségi nemzet is apad, a prognózisok szerint a külhoni magyarok Kárpát-medence szerte tartani tudják arányukat. Ez azonban létfontosságú, hogy akkor, amikor megszámlálnak bennünket, magyarnak valljuk magunkat.
legyen a népszámlálás nemzetiségünk valódi, hiteles metszete. Önök a metszetet látták, köszönöm figyelmüket, jövő héten is várom önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!